elsősorban itt azzal kell megbarátkozni, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság 21 település közbiztonságát látja el. Miniszter úrnak volt egy elvárása, hogy a kapitányság vezetői több alkalommal találkozzanak azokkal az emberekkel, akik a helyi embereket képviselik, közbiztonságról véleményt alkothatnak, és az együttműködést megalapozhatják, hogy minél jobb közbiztonságot tudjunk megteremteni. Most arra kerül sor, hogy elosztottuk Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területét Budakeszire, Pilisvörösvárra és Budaörsre, és ezen a héten, ezen a három fórumon fogjuk megbeszélni az adott településeknek a közbiztonsági helyzetét, az együttműködés alapjait, illetve vertikumán. Természetesen nekünk vannak feladataink, de az itt elhangzott feladatokat is azt gondolom, hogy a zászlainkra tűzzük, és megpróbálunk ezeknek a feladatoknak is megfelelni. Hogyan összegezni, milyen a közbiztonsági helyzet ebben a régióban, az érintett településeken és Budakeszin? A szubjektív és a objektív biztonsági érzetet különbontanám, én az objektívről tudok beszámolni. Én azt gondolom, hogy jó ezen a területrészen élni, dolgozni és a hétköznapokat megélni. Hogy értékeli ennek a fórumnak a végkicsengését, Budakeszi mit tudhat hasznosítani az itt elhangzottakból közbiztonsági, közlekedésbiztonsági szempontból? Nagyon fontosak az ilyen találkozók, már csak azért is, mert az elején mindig egy ilyen helyzetfelmérés, bemutatkozás történik, és nagyon érdekes, hogy más településeken a közbiztonság helyzete hogy is áll Budakeszihez képest, csak azért ilyenkor mindig megállapítom, hogy nagyon jó helyen állunk. Persze természetesen a közbiztonság egy olyan kérdés, ami nagyon fontos, és mindig foglalkozni kell vele, és ezért a mai fórum alapján el is határoztam azt, hogy a jövő évben, amit a kapitányság fel is ajánlott, hogy a gyerekek részére baleset és bűnmegelőzési programokat fognak szervezni, az Budakeszint mi is rendszeresen be fogjuk vezetni, nem csak az iskolások vonatkozásában, hanem megpróbáljuk a nyugdíjas korosztályt, idősebb korosztályt is ebbe a problémakörbe bevonni, hiszen talán a gyerekek mellett a leginkább kiszolgáltatott vagy védtelenebb korcsoport az idősebb korosztály, és azt hiszem, hogy ezekre a típusú felvilágosításokra nekik is szükségük van. A kapitány úr felvetette, hogy 10 betörésből 10 helyen volt riasztó, és a 10 riasztóból 9 nem volt bekapcsolva. Tehát ez is arra irányítja rá a figyelmet, hogy a lakosságnak is sokkal jobban oda kellene figyelni ezekre a bűnmegelőzési, ráadásul adott eszközökre. Ott, ahol a riasztó be volt kapcsolva, ott csak károkozás történt, a többi helyen pedig hát nyilván be tudtak menni a betörők. Tehát a tudatosság az ebben a kérdéskörben is nagyon fontos. Emellett pedig, ami még itt elhangzott, és nekem szöget ütött a fejembe, az a bizalmi viszony. Tehát sokszor tapasztaljuk mi is azt, hogyha történik valami bűncselekmény, a lakosság nem jelenti be a rendőrségre. Én ezt megértem, mert tehát mindenkinek kevés az ideje. Viszont ha nem kap visszajelzést a hatóság, akkor a bűnüldözés is sokkal nehezebben tud működni. Elhangzott itt kérdés formájában, hogy a trafipaxok számának a növelésével javítható lenne esetleg a közlekedés biztonság. Budakeszi vonatkozásában mi is szeretnénk kérni, hogy a jövőben több trafipaxos ellenőrzés legyen, hiszen sok lakossági levelet kapunk azzal kapcsolatosan, hogy a sebességet túllépik az itt közlekedő autósok, és erre ígéretet is kaptunk, hogy ezúton is felhívom a televízió nézők figyelmét is, hogy a sebességkorlátokat tartsák be. Mit vár ettől a fórumtól, mennyibe járulhat hozzá Pátty közbiztonságához, amit egyébként milyennek ítél? Hát kezdeném azzal, hogy milyennek ítélem. Én úgy gondolom, hogy most már nagyon jó Pátty közbiztonsága. Azt még nem mondhatjuk, hogy nincsenek bűncselekmények, de hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk abban az irányba, hogy egyre kevesebb legyen a bűncselekmény. Ez valószínű köszönhető a jól működő polgárőrségünknek, a kamerarendszernek, és hát talán annak is, hogy egyre jobban figyelnek az emberek most már egymásra is. Itt ezen a rendezvényen, ezen a fórumon gondolom, hogy követendő példaként tud beszámolni például a kamerarendszerről, ami az egész régióban egyedülálló. Igen, nem tudom, hogy a többi helyen hogyan működnek, majd nyilván itt beszámolnak róla. Mi arról
be tudunk számolni, hogy a mi általunk kiépített rendszer az jól működik, és egy igen jó visszatartó erő a bűncselekményekkel szemben. Buda Jenőt hogyan ítéli meg közbiztonsági szempontból, mennyire élhető, mennyire nyugodt, biztonságos település? Én úgy gondolom, hogy mi településünk itt a Zsámvéki medencébe a viszonylag a biztonságosabb települések között tartozik. Hát nyilván ez a település demográfiai összetételéből is adódik, most nem akarok egyéb, ennél bővebben kifejteni. Hát úgy gondolom, hogy nálunk a ilyen események nem gyakoriak, meg az önkormányzat is megtesz mindent annak érdekében, hogy a közbiztonságot folyamatosan javítsuk. Hát az elmúlt időszakban gondoskodtunk a körzeti megbízottról, annak a felszereléseiről, megalakult a polgárőrség, aki Szalma Béla hajós kapitány úr irányításával működik, és elég precízen, pontosan szabályozza ennek az egyesületnek a dolgait. Én úgy gondolom, hogy összességében elégedettek lehetünk. Azt nem mondom, hogy egy-egy esemény nálunk is nem történik, de hát az szerintem ez kivéthetetlen, és ez másütt is előfordul. Ettől függetlenül, hogy jó a helyzet Buda Jenőn ebből a szempontból, hasznos lehet egy ilyen fórum, egy ilyen konferencia? Hát egész biztos, hogy a fórumok fontosak, miután itt azért tapasztalatot lehet gyűjteni, más települések milyen események történtek, és abból lehet vonni bizonyos következtetéseket, és hogyha nálunk egyes részeit be lehet vezetni esetleg, akkor meg átgondoljuk, és akkor teszünk annak érde, hogy még hatékonyabb legyen a közbiztonság Buda Jenőn. Nagyon hasznosnak érzem ezeket az értekezeteket, hiszen egy újabb kommunikációs csatornát nyit meg a lakossága, hiszen a rendőrséghez ezek az információk nem minden esetben jutnak el, vagy korlátozottan jutnak csak el, hiszen ezek néha olyan kis morzsák, amelyek összeadódhatnak, amivel a lakosság egyenként nem fogja megkeresni hatóságunkat, de ezek így leszűrve, összeadódva nagyon hasznosak, és ezekből az adatokból lehet építkezni. Vannak olyanok, amelyek már ismertek voltak előttünk, ugye különböző fórumokról vagy egyedi jelzésekből, ezek most is elhangzottak, igazándiból azt mondom, semmi nem vagyunk meglepődve, szemünket a közbiztonságon és a baleset megelőzésen tartjuk, nyilván azért ezeket föl fogjuk használni. Két konkrét észrevétel is elhangzott, az egyik a trafipaxokkal kapcsolatban, ide kapcsolódva a kerékpárosok láthatósági mellényének a kötelező vététele, a másik pedig, hogy az iskolák környékének a biztonsága, a zebrák figyelése, ez ügyben tudnak lépni? Akkor kezdeném a másodikkal, jó, az iskolák vonatkozásában. Én magam is személyesen szoktam ezekben az akciókban részt venni, illetőleg még a balesetek vonatkozásában és minden balesetnél, ahol személyi sérülés van, ott én magam is megjelenek személyesen, hiszen szeretem első kézből megkapni ezeket az információkat. Az iskolánál történt úgynevezett zebraőri tevékenysége kapcsolatban személyes tapasztalataim azok, hogy annál az intézkedéseknél, ahol valamiféle jognemkövetés miatt szankciókat kellett kiszabnunk, nem nagyon találkoztam olyan járművezetővel, aki nem az iskolába hozta volna a gyerekét. Tehát itt elsősorban ugye azért a szülőknek kell egy kicsit önmagukba nézni, hiszen ezeknél a szabálysértéseknél nagy részt ők maguk, mint részesek vagy elkövetők vannak jelen. Úgyhogy tekintsünk magunkba, és próbáljunk meg ezeknél az iskoláknál úgy közlekedni, ahogy azt elvárjuk másoktól is. Természetesen a rendőrség abban partner lesz, hogy a jogot nem követő személyeket kiszűri, és velük szemben a törvényes szankciókat alkalmazza. De én azt mondom, elsősorban egy kis önmagunkba tekintés, és azoknak az elvárásoknak a saját irányunkba fordítása, amelyet másokkal szemben is támasztunk, az azért hasznos lehet. Trafipax. Trafipax témában ugye rendkívül sokat trafipaxolunk egyébként, tehát egy heti 30 óra az átlagosnak mondhatom, amikor azt a készüléket mi üzemeltetjük, vagy Budakeszin, vagy a budakeszi rendőrös illetékességi területén. Általában én úgy szoktam ezeket a feladatokat meghatározni, hogy azok illeszthetőek legyenek a társadalmi elvárásokba, tehát nem bújunk el, általában nem fényképezünk olyan helyekről, ahonnan nem észlelhető, hiszen ennek a baleset megelőzés ennek az intézménynek a célja, és nem pedig az, hogy ezt rejtett módon szankcionáljunk. A tapasztalat az, hogy nem készül annyira sok fotó, mint ahogy azt a bejelentésekből, vagy az ilyen
érdekegyeztető fórumokon történő kommunikációban következtethető lenne, tehát sokkal szabálykövetőbbek olyankor az autósok, hogy máskor mi van, az nyilván egy más kérdés, hiszen azért ezeket a trafipaxokat már megvan, arra is a törvényes lehetőség, hogy észleljék az autóvezetők, illetve magát a felcsíkozott rendőri jelleggel látott gépkocsit is megfigyelhetik. De azt gondolom, hogy a sorozatos trafipaxolás baleset megelőzési céla az előbb-utóbb azt fogja eredményezni, hogy már abban az időszakban sem fognak gyorsan haladni az autóvezető társaink, amikor maga a készülék az nincs telepítve. Mi bónuszkérdés a kerékpárosok biztonságos közlekedésére vonatkozóan. Tudom, a kerékpárosoknak éjszaka legalábbis kötelező világítást alkalmazniuk. A megkülönböztető mellénnyel mi a helyzet? Arra kötelezhetők-e? Tehát ezeknek a láthatósági mellényeknek a viselése azért településeken kívül kötelező a kerékpárosok részére. Rendkívül nagy erőt fordítottunk arra itt az elmúlt időszakban is, hogy a kerékpárosokat ellenőriztük, és nagyon sok olyan eset volt, amikor rendelkezésünkre állt sárga mellény, különböző baleset megelőzési, fényvisszaverő prizmák és hasonló eszközöknek az úgymond kiosztása. Hát most így megbecsülni nem tudom, de nagyságrendben 30 kilónyi ilyen technikát osztottunk ki az elmúlt 1-2 hónapban. Ennek ellenére azt mondom, hogy én magam is, mint a településen élő polgár, azért gyakorta látok olyat, hogy ezek rendelkezésre állnak, be vannak gyűrve hátizsákba, épp a sarka kilóg, vagy föl sincs szerelve, vagy nem úgy van felszerelve, hogy kéne. Hát ebben még van mit előre lépnünk, de azt gondolom, hogy itt az oktatás nevelés vonatkozásában is van feladat, hiszen nem feltétlenül az első kör az a rendőrség, aki szól ebbe, hiszen bicikliző gyereknek van szülője, aki ezeket rendelkezésére tudja bocsátani, illetőleg hát ebbe van még mit tenni, de hát itt az iskolákkal föl fogjuk venni ismételten a kapcsolatot, és mint ahogy eddig is fogunk tartani ilyen közbiztonsági baleset megelőzési napokat, ahol szintén erre föl fogjuk hívni a figyelmet. Mennyire elégedett a konzultációs fórumon elhangzottakkal, mi az, amit esetleg ebből tud hasznosítani a perbeli helyzetre? Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen rendezvények, ilyen fórumok, nagy örömmel jövök mindig ilyenekre, és hát a mostani azt mondhatom, hogy amiket hallottam, amik elhangzottak, ezek azt erősítik meg bennem, amit én is tapasztalok, vagy mi is tapasztalunk, hogy egyre javul az együttműködés a különböző rendvédelmi megelőző szervek között, tehát a rendőrség, a polgárőrség, a közterületfelügyelet között, és noha nem lehetünk elégedettek, de a tendenciák azt mutatják, hogy javuló a statisztikák is ezt támasztják alá. Perben csökkent a hasonló bűnesetek száma, a bűnesetek száma, illetve a közlekedés is biztonságosabb, elmondható? Kicsit felemás a helyzet, mert már nagyon régóta, hosszú ideje, hál' Istennek, Perbálon elég jók a statisztikák, mivel ennek több oka van, csak néhányat említve, hogy kis település viszonylag zárt, ismerik egymást az emberek, figyelnek egymásra, áldozunk is, az önkormányzat is áldoz a közbiztonságra. Tehát ez egyrészt ennek folyamányaként elég jók a statisztikai mutatók, de itt is el tudom mondani, hogy elégedettek nem lehetünk, majd csak akkor, ha ez nulla lesz. Ami miatt azt tudom mondani, hogy felemás, hogy a főúttán minősítették a főutcánkat, tehát egy, nem is tudom, tolvonással mondhatnám így, ezáltal nagyon megnövekedett a TER gépjármű forgalom, és ez a biztonságérzetét a lakosságnak nem nagyon növeli, mert hogy ezek egyrészt nagy számban, másrészt nagy sebességgel hajtanak végig a főutcánkon. Ezen lehet változtatni esetleg? Hát az, hogy ez főút lett, ezen nekünk, ebben nekünk nem nagyon van beleszólásunk, valószínűleg ezen nem tudunk változtatni. Próbálunk, de nem hiszem, hiszen azt be kell látni, hogy ez egy olyan útvonal, amely a még nem készült, nem bezárult nullás körgyűrű, illetve egyéb más fontos szállítási irányok ezt adják, ezt az útvonalat, hogy ezt használják. Ezt csak mondom, ezen rövid távon valószínűleg nem tudunk változtatni, de küzdeni az ellen, hogy legalább lassan a megengedett sebességgel, vagy esetleg az alatt haladjanak végig, ez ellen tudunk, és remélem, hogy itt majd sikerül.
eredményeket elérni, erre is tettem itt javaslatot, hogy forgalomlassító járdaszigetekkel, sávelhúzással próbáljuk meg fizikailag rákényszeríteni ezeket a járműveket, hogy lassítsanak.